Március 1-én péntek este, jó estét kívánok, a Tatai Televízió napi híradóját látják, tartsanak velünk! A kecskeméti ÁSZ pilóta emlékének adóztak ma Tatán. A legkisebbeket várta óvi olimpiára a Vaszari iskola. Suliváró programmal jelentkezett a Jázmin iskola is. Fiatal tatai judó tehetségért szoríthatunk a hétvégén. Szeverényi Kálmán magyar királyi repülőhadnagy katonai tiszteletadással történő megemlékezésére és emléktáblájának koszorúzására került ma sor az Agostyáni úton. A pilóta 1945-ben egy bevetés során vesztette életét, amikor vészleszállást hajtott végre Tatától néhány száz méterre egy befagyott tó felszínén. Katonai tiszteletadás mellett helyezték el az emlékezés virágait ma azok, akik az egykori hadikórház épületénél Szeverényi Kálmán emléktáblájánál gyűltek össze. E falak között vesztette életét a mindössze 24 esztendős tehetséges vadászrepülőpilóta, aki már ekkor ÁSZ-nak számított. Ez egy első világháborúból francia eredetű kifejezés, első világháború származik, akik legalább 5 légi győzelmet arattak. Szeverényi Kálmánnak 7 igazolt légi győzelme volt, tehát vadászrepülő ÁSZ pilóta volt. Ugye említettem, hogy az első légi győzelmét azt 1943. október 7-én aratta, és az utolsót azt 1945. február 21-én, tehát egy nappal a hősi halála előtt. A pilóta tragikus körülmények között hunyt el, gépét találat érte, ám azt nem akarta elhagyni, vészleszállást kísérelt meg Tata közelében, sikertelenül. A szárny levált, a törzs ketté tört, ő maga pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Ekkor már több mint 200 bevetésen volt túl. Egy olyan szituáció volt, amikor megsebesülnie se kellett volna, és mégis a halálával végződött, tehát van, amikor így fortuna cserbe hagyja a katonákat, vagy mondhatjuk úgy, hogy máshogy volt megírva, ugye az égieknek más tervük volt vele. Jókezű pilóta volt, ugye említettem, hogy ezt a gépet is több mint fél éve repülte, ez háborús időszakban rendkívül hosszú idő, tehát ezeket a gépeket nagyon gyorsan fogyasztották a pilóták, ugye ellenséges találat, műszaki hiba egyebek miatt. Ebből is látszik, hogy nagyon jó pilóta volt, hogy több mint fél évig ugyanazzal az egy géppel repült, mert van, aki fél év alatt elhasznált egy fél tucatot is. Szeverényi Kálmánt a II. Világháború legeredményesebb magyar katonai pilótái közt tartják számon. Történetét leszármazottai ma is életben tartják. Nagyon-nagyon nagy öröm az egész családunknak, a Szeverényi családnak, és nem közvetlen csak a gyerekeknek, akik nem csak közvetlenül okodok, hanem akik távolabbi állnak tűnik azoknak is, és nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez a tábla itt létrejöhetett nagyon nagy segítséggel, és ezeket a megemlékezéseket, amit leszerveznek nekünk, ugye a katonaság egyéb polgármester úr, tehát nagyon-nagyon fontos. Minden évben tiszteletünket tesszük természetesen, hogyha erre járunk, vagy még sűrűbben, nem csak amikor a Kálmának az évfordulója van, tehát hatalmas öröm. Tehát nagyon nagy jelentősége van, hogy a hagyományokat őrzik. És a repülős témában is, a magyar nép, hát a rég magyar néphadseregnél a II. Világháborús, de akár az 56-osok, akár az első világháború, fantasztikus. A hagyományokhoz híven idén is megrendezte a Vaszari János Általános Iskola az óvi olimpiát, hogy az óvodáskorú gyermekek és szüleik jobban megismerjék az intézményt, mielőtt döntenének arról, hol is szeretnék megkezdeni az első osztályt. A kezdeményezés közös sportolásra is lehetőséget ad, a gyermekek kipróbálhatták az iskola sportszereit, a szülők pedig feltehették kérdéseiket a pedagógusoknak. Játékos bemelegítéssel kezdődött az óvi olimpia a Vaszari iskola tornacsarnokában. A kezdeményezést minden évben életre hívja az intézmény, elsősorban azért, hogy az ide készülő kicsik jobban megismerjék az iskolát, és egy jó élménnyel gazdagodva később könnyebben beilleszkedjenek. Ezt minden évben azért szervezzük a leendő első osztályosoknak, megismerkedjenek az iskolával, itt a tornateremben kötetlenül mozoghatnak, ugye nyílt órákon a szülők tájékozódhatnak a kollégákról, itt pedig a gyerekek ismerkedhetnek, itt vannak a leendő elsős osztályfőnökök, osztálytanítók, és kötetlenül beszélgethetnek a tanítókkal is a szülők, a gyermekek is megismerkedhetnek velük,
és egy játékos délután közösen eltölthetünk. Hát a gyerekeknek egy kis kezd csináló itt a tornateremben, ugye a gyerekek szeretnek mozogni, ezért mindig az egyik programunk egy ilyen mozgásos. Jövő héten, 7-én, jövő hét csütörtökön ugyanígy várjuk a gyermekeket egy kézműves foglalkozásra, egy mese délutánnal, az egy kicsit más irányú elfoglaltság, ezzel várjuk őket, és hát várunk nagyon sok elsőst, várunk, mint ahogy gondolom minden iskolában, mi is nagyon sok szeretettel várjuk az elsősöket. 3 osztályt szeretnénk indítani, a matematika osztályunkat, az idegen nyelvi angolos osztályunkat, illetve a játékos logika osztályunkat szeretnénk indítani. A szülők érdeklődnek ugye az a lendő osztályok típusa iránt, tehát hogy mit akar a matematika osztály, idegen nyelvi osztály, játékos logika, illetve azért érdeklődnek, hogy a gyerekeknek mi a fejlődésük, tehát a felső tagozaton mi várható. Úgyhogy igen, nagyon érdeklődőek, ennek örülünk, hiszen ez egy nagyon nagy feladat a szülőknek és az iskola választás gyermekük számára. Mi ezt szeretnénk a mai napon és a jövő héten is megkönnyíteni számukra. Suliváró programra invitálta az óvodáskorú gyermekeket és szüleiket a Jászmin utcai általános iskola is. Az intézmény népszerű választás, hagyományosan ebben az esztendőben is 2 tagozat nélküli osztályt terveznek indítani, melyekben azonos színvonalon és követelményeknek megfelelően tanulhatnak majd a gyermekek. Különleges foglalkozásokra várták a legkisebbeket ma a Jászmin utcai általános iskolában is. A város egyetlen olyan intézménye, ahol csak alsó tagozat működik, szintén népszerű választás a szülők körében, a családias hangulat és a szakmai munka színvonala miatt. Ma kerül sor itt az iskolánkban a Suliváró programra, ezt minden évben hagyományosan megrendezzük. Évek óta úgy van nálunk, hogy 2 párhuzamos osztály indul az elsőben, felkészült pedagógusokkal, nálunk nincs tagozat, mind a 2 osztály a megfelelő alapkészséget megtanulva megy majd tovább felső tagozatra. Rengeteget készültek erre ma délutánra, segítettek nekik a 4-esek, az kis óvodások pedig lelkesen jönnek, hiszen gyakran elsétáltak már itt az iskola mellett, úgyhogy nem idegen számukra az udvari játszótér, ez a tágas környezet, szeretettel jönnek és várják a mai foglalkozást. A mai foglalkozás témája a cica köré épül, úgyhogy a 4-eseink egy cicás bábjátékkal készültek neki, a kollégák egy cicás énekes, dalos, verses foglalkozással, majd készíthetnek egy kis cicát, célba dobhatnak, puzzle-t rakhatnak össze, és itt ma minden a cica körül forog. A serdülők és az ifik közt is többszörös magyar bajnok lett korábban Pápai Stella, aki most hétvégén a junior országos bajnokságon is bizonyíthat. A fiatal tehetség edzője szerint nagy reménység, a felkészülés tükrében pedig szép eredményeket remélnek tőle a jövőben. Már nemzetközi eredményekkel is büszkélkedhet a Tatai Atlétikai Klub sportolója Pápai Stella. A fiatal judó tehetség egy edzőtáboron már túl van, és kihívások szempontjából sűrű tavaszi időszak elé néz. Szerintem nagyon jó volt, nagyon tetszett az edzőtábor, illetve sokat tanultam, sokat küzdöttem. Mentem idegenekkel is, illetve mentem olyanokkal, akik már nemzetközi versenyen indultak. Én azt tapasztaltam, hogy általában mindenki combdobást szeretne dobni, ucsimatát szeretne dobni mindenki. És úgy hétvégén versenyem lesz, de próbálok minél erősebb maradni, és kitartóbb. Szerintem így nehézségen nem lesz annyira nehéz, mert szerintem azokkal fogok menni, akikkel úgy általában szoktam. Tehát ifibe nevezhetnek juniorba. Eddig 2 versenye volt, elkezdődött egy ifi országos rangsorversennyel, azt megnyerte. Aztán jött az ifjúsági magyar bajnokság, ott hát sajnos beteg lett előtte, ugye most van ez a vírus itt a környékünk, tehát nagyon sokan betegek, azt előtt egy másfél hetet kihagyott, úgy mentünk el a versenyre, második lett, bár azt úgy érzem, hogy meg tudtam volna ezt is nyerni, de lehetett látni rajta, hogy indisponált volt. Most már jönnek hétvégén egy junior magyar bajnokság, de hát itt sincsenek olyan szinte jó híreink, hogy hétvégén, vagy múlt héten volt Horvátországban az ifjúsági válogatottal egy edzőtáborban, és betegen jött haza, ott is megfázással küzdik, orrfújás, stb. Tegnapi edzés kihagyta, ma itt még ki fogja hagyni, aztán meglátjuk, hogy hogyan tud fölpörögni a versenyre. Hát igen, a versenyidőszak az annyira versenyidőszak, hogy február eleje óta egészen május végéig nem lesz szabad hétvégénk, úgyhogy
benne vagyunk most a sűrejébe. Hát a nagy részében ugye a Stelláiknak, az ifi, illetve felnőtt korosztálynak vannak most versenyek, vagy voltak eddig versenyek. Aztán most már jönnek a kisebbeknek is. Sokaknak az első verseny, úgyhogy benne vagyunk, nagyon próbálkozunk. Több-kevesebb sikerrel. Most hétvégén voltunk a legkisebbeknek egy verseny, az nagyon jól sikerült, szereztünk 8 aranyérmet, úgyhogy munka van. Közzétette az Eszterházi Miksa Viátor sportolói ösztöndíj pályázat idei kiírását Tataváros önkormányzata. Az emelt összegű sportösztöndíjra jelentkezéseket március 15-éig kell benyújtani. Az Eszterházi Miksa sportolói ösztöndíjra pályázatot nyújthat be minden Tatai Sportegyesületben sportoló vagy Tatai Sportegyesületből induló sportoló, aki olimpiai sportágban válogatott kerettag két kategóriában. Ezek részleteit megtalálják a tata.hu-n. Folytatódik a Tatai Várban a Múzeum Szabad Egyetemi előadás sorozata. Legközelebb március 4-én 17 órára várják az érdeklődőket, ahol a régészetről hallhatnak előadást Győri Porszász Anna jóvoltából. Péntek esti híreink következnek egy-egy mondatban. A kecskeméti ászpilóta emlékének adóztak ma Tatán. A legkisebbeket várta óvi olimpiára a Vaszari iskola. Suliváró programmal jelentkezett a Jázmin iskola is. Fiatal tatai judó tehetségért szoríthatunk a hétvégén. Köszönjük, hogy ma este is velünk tartottak. Friss hírekkel legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezünk. Én további szép estét, kellemes hétvégét kívánok minnyájuknak. Viszontlátásra!